ma benneteket ünneplünk. Benneteket, akik ebben a tanévben fejezitek be középiskolai tanulmányaitokat. Sümegi József, az intézmény igazgatója beszédében azt is kihangsúlyozta. Ahhoz, hogy a diákok az eddig megszerzett tudást a jövőben tudják majd kamatoztatni, fontos, hogy célokat tűzzenek ki, terveket fogalmazzanak meg, ami felé tudnak haladni. A szalagtűzés előtt Egle Anikó, a 12. ások osztályfőnöke izgatottan, ünnepi hangulatban nyilatkozott a sok készülődésről, ami megelőzte az eseményt. Izgulnak nagyon a tánc miatt is, mert ők nem hivatásos táncosok, hanem sokat gyakoroltak, és félnek, hogy eltévesztik a lépéseket, de szerintem menni fog, mert ügyesek. Mindig jó érzés, amikor egy intézmény képzésének a végére eljutunk. Így fogalmazott Molnár Pál, a gimnázium egyik végzős tanulója. Valamiféle tisztséggel ez jár, tehát egyfajta súly van a vállunkon, hogy megmutassuk a fiatalabb generációnak, hogy ezt mégiscsak hogy kell csinálni. Egy fontos hagyomány ez. Nem csak ez az iskola, de minden iskola számára. Úgyhogy boldog vagyok, és nagyon kellemes érzés. Az ünnepséget követően pedig terveik szerint terítékre kerül majd a várva várt önfeledt szórakozás. A szalagtűző után elmegyünk majd az osztállyal közösen végre egy jót bulizni, úgyhogy nagyon remélem, hogy az is jól fog sikerülni. Bár mindkét 12-es osztály nagyon izgult. A táncos műsorszámok megható, érzelmes pillanatokat varázsoltak az aulába.